Hámri György polgármester és Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót a város pályázati sikereiről Kapuváron. A beadott pályázatok értéke megközelíti az 1 milliárd forintot. Többek között megújul a Hászhely óvoda. A beruházások közel 140 millió forintot fognak költeni. Tisztelettel köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit, és külön tisztelettel Gyopáros Alpár képviselő urat. Nagyon örülök, hogy egy közös bejáráson vehetünk a mai napon részt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fejezete zárul Kapuvár életében a topos pályázatoknak, hiszen ugyanazt kommunikáltuk is, 10 fölül van azoknak a topos pályázatoknak a száma, amelyeket a város az elmúlt időszakban beadott. Ennek összértéke megközelíti ma az 1 milliárd forintot. Hadd mondjam örömmel, hogy nagyon szépen kaptuk most már az eredményeket. 8 pályázatról tudjuk azt, hogy nyertes pályázatunk van, és 2-ről képviselő úron informálisan, hogy úgy néz ki, hogy ott is sikert értünk el. És nem véletlen, hogy a helyként ezt a óvoda udvart, és elárulom, hogy a Hászhely óvodának az udvarán állunk, hiszen a pályázataink meggondolásának, tervezésének egyik nagyon fontos momentuma volt, hogy azt az óvoda fejlesztési, felújítási programot tudjuk befejezni itt az Európai Uniós pályázatokon keresztül, amelyeket az elmúlt időszakban elkezdtünk. Ha valaki az elmúlt időszakban, elmúlt években a kapuvári sajtót figyelte, akkor láthatta, hogy szépen sorrendben épültek, újultak meg az óvodáink. Első körben a Gartai és a lakótelepi óvoda, aztán az Arany János utcai központi óvodában elsősorban a bölcsöde felújítása történt meg, részlegesen történt ott egy óvodai részfelújítás, és egy nagy tartozásunk volt mindenképpen a Hászhelyi részfele. Ebben kértem segítséget képviselő úrtól, és hadd mondjam örömmel, hogy ezt a segítséget meg is kaptuk, tehát közel 140 millió forintot tudunk a következő időszakban a Hászhelyi óvodára költeni. Nem is véletlen, hogy itt az óvodának a, mondjuk úgy, hogy a hátsó részénél állunk, bár ez egy kicsit olyan pejoratívan is felfogható, de ez itt egy szabad terület, és reményeink szerint itt a jövő tavasszal megkezdett munkálatok során hamarosan egy új épületszárny fog állni. Minden olyan kiegészítőkkel, ami a mai törvényi előírások szerint egy óvoda működéséhez szükségszerű, és amely jelen pillanatban a Hászhelyi óvodából hiányzott. Ugye ezt nagyon sokszor hallani sajtókban, hogy kormányunk nagyon-nagyon fontos momentumnak tekinti a sport az irányú fejlesztését, amely az egészségügy területén a megelőzést helyezi előtérbe, és én azt gondolom, hogy ezt nem elég korán elkezdeni, tehát az óvodás korban már valóban az, hogy a gyerekeknél a mindennapos testnevelés, a mindennapos mozgás biztosítva legyen, ahhoz rendkívül fontos egy ilyen sportszobának a létrehozása. Természetesen a hozzá tartozó szertárral és a megfelelő eszközökkel. Nagyon fontos az is, hogy a óvónők komfort érzetét is tudjuk növelni, a munkahelyüknek a minőségét is tudjuk javítani, ezért egy szociális blokk fog itt épülni, amely kimondottan a dolgozók igényeit fogja kielégíteni, és az ő lehetőségeiket fogja bővíteni. Nagyon sokszor hallunk arról, hogy a mai oktatási rendszerben nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a logopédiai foglalkozásoknak, hiszen nagyon-nagyon sok kisgyerek küszködik beszédhibákkal. Ennek mind pedagógus vérrel beoltott ember egy kicsit úgy látom, hogy az internetes világ az nagyon nagy okozója, de azzal viszont maximálisan egyetértek, hogy ezeknek a hibáknak a kiküszöbölését is minél előbb el kell kezdeni, és ezért egy logopédiai szoba fog épülni itt a kibővített szárnyba, és ezzel is lehetőséget adunk arra, hogy valóban nagyon korai korban, még az iskolás kor előtt ezeket a hibákat a gyerekeknél korrigálni, módosítani lehessen. Igazgatónőnek egy iroda készül, hiszen eddig elég nomád körülmények között próbálta megoldani azokat az adminisztratív feladatokat, amelyek egy óvoda vezetőjére azért rendkívüli módon hárulnak, és természetesen a program nem felítkezik meg a régi
épület felújításáról sem. Itt egy tetőfelújítás fog megtörténni, nyílászáró cserék fognak megtörténni. Tehát megpróbáljuk egy kicsit, én mindig úgy szoktam mondani, egy kis gatyába rázni az épületet, a mai kor követelményeinek megfelelővé tenni. Természetesen nem zárul be ezzel a programmal ennek az óvodának a felújítása sem, hiszen még lesznek belső munkálataink. Ezeknek vagyonerőből, vagy szintén pályázati forrásokból fogunk nekiállni. És hadd mondjam örömmel, hogy gyakorlatilag, ha itt a munkák elkezdődnek, és a belügyminisztérium jóvoltából, illetve képviselő úr támogatásával megnyert 30 millió forintot az Arany János utcai óvodára el tudjuk költeni, amely ugye mondtam, mindegy részleges felújítást kapott, most elsősorban inkább a fűtési rendszer korszerűsítését, a tetőszigetelést próbáljuk megoldani, és azokat a belső munkálatokat, amíg elmaradtak, akkor gyakorlatilag a házhelyi óvoda belső munkálataitra tudunk összpontosítani azért, hogy az óvoda felújítási programunk befejeződhessen, és akkor én azt mondom, hogy Kapuvár óvodái egy jó időre rendben lesznek, és a kapuvári gyerekek megfelelő és méltó ellátást fognak kapni minden város részben. Hadd oszlassak ismét el egy tévhitet, hiszen nagyon-nagyon sokszor felvetődik Kapuváron, hogy ugye csökken a gyereklétszám, ami megint nem igaz, hiszen a beiratkozás ugyanannyi, mint a tavalyi évben, és az önkormányzat gondolkodik, hogy telephelyet esetlegesen bezár, és átcsoportosítja a gyerekeket. Nem, mi, én legalábbis, és az általam vezetett képviselőtestület azt valljuk, hogy az óvodáskorú gyerekeket ameddig csak lehet a szülői ház közelében kell tartani, minél közelebb a szülői házhoz, és ezt addig fogjuk csinálni, amíg erőnk ezt engedi, anyagi forrásaink engedik. Nyilvánvalóan van egy létszám, ami alá nem mehetünk, de ez a közeljövőben nem veszélyezteti Kapuvárt, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, hogy mind a négy telephelyünkön az óvodák működni fognak a városban, a továbbiakban is, és ismételten megköszönöm képviselőnek azt a segítséget, amit itt ebbe a programba is kaptunk, hiszen az ő közreműködése nélkül ez nem valósulhatna meg. Polgármester úr, még egyszer a határidő, tehát a házhelyi óvodával kapcsolatban mit határoztak meg? Amennyiben az idő úgy engedi, akkor a bővítmény alapozási munkálatai még az ősz folyamán meg fognak kezdődni, és ameddig az idő engedi, lehetőség szerint a falazási munkákat is csináljuk. Ha az idő korán elromlik, vagy olyan idők jönnek, akkor itt már a óvónőkkel, vezetőóvónőkkel, tagóvodavezetővel egyeztettünk, akkor a házhelyi óvodások egy időre át fognak költözni a lakótelepre, mert akkor a rossz időkben megkezdjük a régi épületnek a belső munkálatait, amik feltétlenül szükségesek, és a igazi nagy volumene a munkának az tavaszra várható. Én azt gondolom, hogy a jövő évi nevelési év, tehát az a szeptember kezdésére már egy teljesen felújított óvodába jöhetnek a házhelyi gyerekek. Ha sikeres pályázatok vannak, csak akkor érdemes róla beszélni, amikor már tényleg teljes a siker, tehát megvan a forrás és meg lehet valósítani a fejlesztéseket. Képviselő úr, milyen fejlesztések várnak Kapuvárra? Polgármester úrnak ebben teljesen igaza van, sőt ezt a mondatot én meg is tanultam polgármester úrtól, azt hiszem egy életre. De valóban az a helyzet most már Kapuváron számos korábbi fejlesztési elképzelés, fejlesztési terv esetében, hogy imáron tényként beszélhetünk róla. És ezt azért is mondom, mert a mostani pályázati rendszerben a Magyarország kormányának döntése következtében egy nagyon komoly segítség érkezett az önkormányzatok számára. Nem pusztán arról van szó, hogy forrás áll rendelkezésre, hanem emlékeznek azok a települési vezetők, polgármesterek a korábbi évekről, az előző fejlesztési ciklusból, hogy hányszor és hányszor előfordult, hogy a fejlesztést ugyan elnyerték, a támogatási szerződés aláírásra került, azonban a forrás, a támogatás maga az nem érkezett meg, csak valamikor már a fejlesztés megvalósulása után, tehát nagyon sok esetben az önkormányzatoknak meg kellett előlegezni azt a pénzt, amit a fejlesztésre kellett fordítaniuk, és csak később érkezett meg ez a számlájukra, már jócskán a pályázatuk lezárulta után. És ugye ez azt jelentette, hogy főleg a kis költségvetésű, kis pénzű, kevesebb adóbevétellel rendelkező önkormányzatok azok, kis települések, akár még a kisvárosok is, amelyek, hogyha nem volt meg az az önerejük, nem volt meg az az előleg, amit bele tudtak tenni a fejlesztésbe, akkor nem biztos, hogy sikerrel tudtak volna pályázni. A mostani fejlesztési ciklusban a kormány szándékának és döntésének megfelelően, amint egy önkormányzat
támogatási szerződést ír alá, azt követően néhány héten belül az önkormányzat számlájára érkezik a támogatás összege is, azaz az önkormányzatoknak nem kell önerőt, előleget beletenni ezekbe a fejlesztésekbe. Ráadásul ezek a fejlesztések, ezek az Európai Uniós fejlesztések és hazai fejlesztések is kizárólag 100%-os támogatási intenzitásúak, az azt jelenti, hogy sem egy forint önerőt nem kell az önkormányzatok beleülni a pályázat megvalósításába. Én nagyon büszke vagyok a megyei önkormányzati képviselőinkre és a térség polgármesterének a többségére is, hiszen 2014-15 tájékán, amikor a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési stratégiát tárgyalta a megyei önkormányzat, kikérte a megyei önkormányzat a minden a megyében található település vezetőjének a véleményét, és a Rába közös a Sokorólja település vezetőinek is a döntő többsége hasznos véleményt fogalmazott meg, és így a megyei önkormányzat meg tudta valósítani fejlesztési, el tudta készíteni fejlesztési stratégiáját. Ebben a Rábaközi megyei önkormányzati képviselők döntő szerepet játszottak, és ráadásul tudomásom szerint teljes összhangban, kiváló együttműködésben végezték ezt a munkát, és ebben pedig vezérszerepe volt Hámori György polgármester úrnak, akinek ezúton is köszönöm ezt a munkát, hiszen hogyha a megyei önkormányzat ezt a stratégiát nem dolgozza ki, nem fogadja el ilyen szépen, akkor ma nem tudnánk ezekről a fejlesztésekről, ezekről a támogatásokról beszélni. De ez megtörtént, és ennek köszönhetően nagyon sok forrás érkezett már, és érkezik még a jövőben is a Rába közben és a Sokorólaljára. Kapuvára, ahogy polgármester úr elmondta, józan számításaink szerint az összes támogatást, nem csak a területfejlesztése, hanem minden más egyéb állami támogatást is beleszámítva, egészen biztos, hogy el fogjuk kerülni az 1 milliárd forintnyi összes támogatást. A területfejlesztési programból jelen tudásunk szerint 10 nyertes pályázata van Kapuvárnak, és ehhez még azért jönnek továbbiak reményeink szerint. A kapuvári stratégia, a városi stratégia kiválóan illeszkedik egyébként a megyei stratégiába, ez pedig összhangban van egyébként a kormányzati elképzelésekkel, ami alapvetően a gazdaság fejlesztésére és a gazdaság bővítésére épül. 2010 óta azt vallja Magyarország kormánya, hogy segélyhelyet munkát biztosítsunk, és munkával biztos megélhetést a hazai családoknak, és mindehhez számos olyan kormányzati segítséget, amely a gyermekvállalási kedvet is növeli, és a kapuvári települési fejlesztési elképzelések kiválóan illeszkednek ebbe, hiszen maga a város nyilvánvalóan nem gazdaságot fejleszt, direkt gazdaságfejlesztéssel nem foglalkozik, nem is dolga, viszont számos olyan beruházást tud megvalósítani, amely így vagy úgy, de összefügg a gazdaságfejlesztéssel. Beszélhetünk mondjuk egy akármilyen olyan szolgáltatásról, amit az önkormányzatnak meg kell tennie ahhoz, hogy a munkaerő munkába tudjon állni, vagy munkába tudjon járni, ilyen például az óvodai fejlesztés is, de ilyen egyébként a bölcsődei fejlesztés is, hiszen azért a családi otthon teremtési kedvezmény és a családi adókedvezményeknek köszönhetően nemhogy csökken a gyereklétszám, hanem növekszik a gyereklétszám Kapuváron is, a Rába közben is, szerte a Rába közben, és egyre nagyobb igény lesz bölcsödei férőhelyekre is, és Kapuvár tudja biztosítani mind a bölcsödei, és mindezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően az óvodai férőhelyeket is 21. századi körülmények között fogja tudni biztosítani. És számos más hasonló ilyen a gazdaságot, ha csak indirekt módon is, de mégiscsak támogató beruházás áll még Kapuvár előtt. Ilyen például a kerékpárút építésük, ilyen a turisztikai fejlesztéseik, ilyenek az energetikai, energiahatékonysági fejlesztéseik, és még sorolhatnám sokáig. Összességében azt tudom mondani, hogy kiváló munkát végzett Hámori polgármester úr, a polgármesteri hivatal munkatársai és az önkormányzat képviselőtestülete és bizottságai. Én mindannyiuknak szeretnék szívből gratulálni ehhez az óriási munkához, amely mögöttük van, és kívánok jó egészséget, meg kitartást a következő évre is, meg az azt követő évre is, hiszen az a sok-sok fejlesztés, amely most megérkezik Kapuvárra, azzal még csak most indul igazán a munkának a neheze, úgyhogy jó egészséget kívánok polgármester úrnak és minden munkatársának, és hasonló fejlesztéseket kívánok természetesen a jövőre nézve is. Itt is a határidő, gondolom, érdekli a Rábaközi TV nézőit, hogy milyen határidőkkel lehet ezeket a fejlesztéseket befejezni. Miután ugye különböző fejlesztésekről beszélünk, magas építésekről, mély építésekről, humán erőforrás fejlesztésről és így tovább, ez függ természetesen az adott projekttől. Miután, ahogy jeleztem, a források rendelkezésre állnak a támogatási szerződések megkötését követően szinte azonnal, tehát az önkormányzatok a különböző tervek még szükséges tervek kidolgozását követően egyből belevághatnak ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósításába, így van ezzel Kapuvár is. És azt tudom mondani, hogy összességében a kormány szándékai szerint a következő
következő két évben azokat a forrásokat, amelyek most megérkeznek, nem csak hogy fel kell, hogy használják az önkormányzatok, hanem el is kell számolniuk vele. Tehát mi azzal számolunk, hogy körülbelül 2019-ig bezárólag ezekkel a területfejlesztési támogatásokkal már el is számoltak az önkormányzatok, és átadták a nagyközönségnek. Kivitelezőket fognak találni, hiszen az építőipar robog, nagyon sok ház épül, az országban különböző fejlesztések vannak, nem csak itt Kapuváron, más területeken is, tehát valakinek meg kell építeni ezeket a beruházásokat. Rendkívül nehéz ez a kérdés, illetve ez a feladat, hiszen ha mélyépítésre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy különösen megyénkben ugye felpörögtek a gyorsforgalmi útépítések, részben mellékúthálózatok fejlesztései is, és azok a kapacitások, amelyek a mélyépítésben találhatók, bizony jócskán lekötöttek. Ezért egyrészt a mélyépítésről ennyit, a magasépítés tekintetében pedig elsősorban Ausztriának van egy komolyabb elszívó hatása, másrészt pedig ugye egy szakember hiányról beszélünk, másrészt pedig különösen az a már említett családi otthonteremtési támogatásnak is köszönhetően, illetve részben a béremelkedéseknek is köszönhetően, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok magánberuházásban készülő ház épül vagy újul meg, és ez is köti le a magasépítési kapacitásokat. Ez ugye azt jelenti, teljesen piaci logikával gondolkodva, hogy sajnos, még ha van is kapacitás, az felpörgeti az árakat, mivel le vannak terhelve ezek az építőipari cégek, akár mélyépítésről, magasépítésről beszélünk. Itt a kormányzat tudott nyújtani az önkormányzatoknak egy olyan segítséget, amelyhez kapcsolódó jogszabályokat még várunk, de a szándékot a kormány már kinyilatkoztatta, hogy amennyiben azon az áron, amelyen megtervezték az önkormányzatok ezeket a fejlesztéseket, nem találnak megfelelő kivitelezőt, akkor ebben az esetben egy 10%-os emelkedést, egy 10%-os tűréshatárt még megenged a kormányzati segítség ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítására. Tehát magyarul 10%-kal drágában még szerezhetnek ilyen szolgáltatásokat az önkormányzatok. Köszönöm. Köszönöm szépen.